A Csáhói Drubankul és üdvözletem. Üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Ez a videó arról fog szólni, hogy különböző vonalakon régi VS új járművek járnak. Egy pár vonalat be fogunk járni. Igazából kettő vonalat terveztem. Kívülről csinálok egy snittet, meg belülről is. És szerintem ez egy elég jó videó lesz már. Elég hosszú lesz. Ahhoz képest, hogy kettő viszonylatszám. A 3-ason fogok videózni, meg a 44-es buszon. Aztán még valamint, talán mellett jobb lenni egy harmadik. Most nem tudom. Na bocsánat, csak egy sziréna kellett. Kellett ez sziréna hang. Na, tehát akkor igazából én nem is nagyon fogok beszélni ugye a videóban, hanem spottingolok nektek régi VS új járműveket. Különböző vonalakon, ja, mint említettem, a 3-as éremos vonalon fogom, meg a természetesen egyet kívülről, egyet meg belülről. Na, jó szórakozást, és ciao igazából, mert fogunk még találkozni, csak ebben a videóban nem nagyon fog beszélni. És ugye a stabilizátorom meg is lett igazából, szóval nem fog úgy rászni a kamera, úgyhogy a kamerakezelés is most már jobb lesz igazából. Na, nem tudom, hogy hogyan lőjék a snittet a villamosról. Ott jön egy öreg hármas. Először a régieket, aztán az újakat, aztán a régieket belülről kívül, belül és a újakat is belülről. Na, elvezzétek, az a lényeg. Ciao. Összeállunk a régi 3-asra, aztán meg az új 3-asra. Följutok, de szerintem azért csak följutok. Troli. Azzal most nem fogunk utazni. Na szóval, régi 3-as kipipálva, 6 perc szóval jön egy 3-as villamos. Hát ez egyébként baj, 6 perc szóval jön egy 3-as, és lényeg, hogy most már új is legyen, szóval, hogy még ez is kihívás. Addig itt filmezgetjük a Icarus 280-as, 280 tét, meg egy-két buszt. Még azt mondom, a témában függő, Icarus-t hogy filmezzek már. Elmenni ugye nem akarok vele. Most furát fogtok hallani az én számból, de engem az Icarus nem annyira hat meg. Szeretem őket, mert tényleg kedvenc Oli volt, de én nem sírok utánuk, úgy értve, nem sírok utánuk, hogy jaj, eltűntek, fejlődnünk kell.
Szóval én nosztalgiáztam vele, és nem igazából, hogy nem volt olyan fű, de nagyon jó. Jó volt, de egyébként nagyon jó. Utaznom kéne vele, ha most nem erről lenne téma, de gondolom, hogyha ma jár a trolli, akkor holnap is fog, meg később is fog, szóval ez nem egy egyedi alkalom. Azért ez itt Ikarusz. Szóval gondolom én, akkor azért nehogy már csak mostani alkalomra állítsák be forgalomba, pont most, amikor én nem tudom megörökíteni őt, mert éppen más témájú a videó. Elmennék én vele nagyon szívesen akár a Pascalig, meg a Csertő utcáig, hát onnan tovább már nem nagyon, mert türelmem ugye. Szóval gondolom, vágtátok, hogy a türelmem az nagy, mert én türelmem van, várni nem szeretek. Főleg járműre, szóval, hogy türelmem az van, meg tűrök dolgokat. Félre ne értsétek, teljesen más a kettő kombináció igazából, hogy várni szeretsz-e, vagy van-e türelmed? Türelmes ember van, megőrzed a hidegvéred, vagy türelmes, ugye? És igen, húzom egy kicsit ezt a videót már. Ugye, hát említettem, 6 perc múlva jön a következő, és én az 5 percet is szenvedve vártam már ki. Pedig, és nem hibáztatom itt még a VKK-t, mert az 5 perc az igazából kell annyi kell. Annyi kell azért. És egy új hármas jöjjön. Most már elmen 2 régi hármas, vagy egy. Engem elmen már pár régi hármas. Hát nem tudom mennyi, de azért 1-2 már azért elment, akkor most jöjjön már az új. Nem gyerekek. Például még itt arra imádkoztam, hogy annyira szeretek a TV, hát ezért sem már pont az ne jöjjön. Most meg arra imádkozok, hogy hát új kap, hát alacsony padlós, annak kell jönnie. Szóval mindig valamire kitalálunk, hogy mentséget csak jöjjön már. Nem akarom nagyon elhúzni ezt a videót se. Már igazából 10-15 perc fölött teszem ki premierbe. És jobban szeretem premierbe kitenni, mint így simába. És a régi hármas fog jönni, ugye? Mondom. Mert én ott, hát ugye a TV 6000-est látok. És onnan tudom, hogy errefelé jön, mert a fehér lámpája ugye errefelé vágít. Rázumolok egy kicsit, hogy a TV 6000-es. Ott kicsit látszódik, hogy ott ez a TV 6000-es. És a hármas innen látom. Nem, pedig a hármas nem jár gyakran. Viszont annyit szögezünk el a következő is. Régi hármas lesz, nem megyek el vele, mert nem mehetek el vele, addig kell várnom, amíg nem jön egy új. Ez is sok, hogy azért videózom le, hogy jókomassából, pedig ez nem a hármas. De most innen megörökítő spoti. Ó, fény hármas. Hú, gyerekek. Ha belülről is jön, ezt esküszöm, elmegyek vele, akkor majd az újat majd pótolom, az új hármas esküszöm nektek. Mert ugye azért már a harmadik régi TV 6000-es jön, akkor utazunk el vele, mert nincs nekem fél órám várni erre. Egy nagyon szép spottingot azért. De belülről is ki van díszítve, mert az igazi, én azt szeretem. Annak nincs sok értelme, csak kívülről van ki díszítve. Már értelme van, csak akkor minek utazok úgy rajta, akkor nem utazok rajta. A belülről is ki van kicsit díszítve. Hát elkapjuk, igazából nem, mert nincs belülről ki díszítve. Hát csak így. Hát megvárom igazából a új hármast. Csak mondom, ha már a harmadik TV 6000-es jön, akkor ne ragudjatok, akkor ez az új kimarad belülről. De még várok egyet. Ha az se jön, az is egy régi lesz, akkor még várok egy utolsót, és harmadik kamát tuti megyek. Ne ragudjatok, csak akkor már nem lenne értelme, tudjátok, én is elfáradok már, megunom, és nem lesz olyan jó a videó. De utána már kedvtelen vagyok, kezdek nyűgös lenni, és akkor sose jó a videó. Sose jó a videó, hogy már akkor már elfogy a türelme, elfogy a kedvem, akkor még a 44-esen is lesz még bőven spotting. És akkor már nem lesz rá türelmem. Mert hogyha abba szeretném hagyni, akkor úgyis abba hagyom. Abba hagyja a videós. Nem csak én gondolom így szerintem. Szóval nincs kedvem hozzá. Én nem akarom újra, nem akarom egy másik nap. Szóval ezt mondom, nem szóval lesz húzni. Nincs hozzá kedved. Kicsikét lehet húzni a videósok, a nézők kedvéért, de higgyétek el, nem éri meg ezt órákig húzni, hogy csak egyetlen egy felvételért, meg egyetlen egy kis utazásért. Mikor még 1000 másik videóban lesz kaf videós utazásos, ez egy ilyen kis próbálok elvarázsolni titeket másik világba. Ha régivel utazunk, újjal utazunk, régi külső spotting, új külső spotting, és ez amúgy.
ez egy kicsit így ellazítalak titeket. De higgyétek el, hosszú távon, amikor nincs kedve a videósnak, és nem csak nekem, úgyhogy itt elítélhettek engem, nem csak nekem, senkinek nem lenne hozzá kedve, 10 percet tart a felvétel. Most itt átmegyek, nem tudom mennyit kell várnom, nagyon remélem, hogy 5 percet se. Innen itt szerintem kell várni, de azért csúcsidő van, akkor még csak a maximum így az 5 perccel fogadható, de tovább már nem. Egyébként 44-es egy új M9. Ha most előre meg, hát leszpottingolhatjuk amúgy. Csak a külső spotting már meg is van. Már csak a belső kell. Igen, és ez a baj, ez már ennek, hogy külön zárulnak az ajtók. És szerintem ezt nem a sofőr csinálja. Többször tapasztaltam. Jók ezek az M9-buszok, de vannak még. Van benne mit javítani, én azt mondom. Szerintem már mondtam egyik videómban, nem mondtam. Nem tudom. A külső spotting már megvan, akkor ez már nem kell szenvedni legalább. Tudja, hogy nem egy 3-as fog jönni. Elmondom, agy érzés kapok, hogy egy izé. Ja, a 62-es jó. Jó, akkor nem kapok agy érzést. És akkor már külső spottingokat most tényleg várakozáskor megcsináljuk, akkor már csak a belső utazás maradt hátra, és akkor ennyi igazából. A falevelek hogy menekülnek attól a TV6000-esről, valaki meg fut érte? Na kívánom, hogy kapja el, el simán elkapja azért. Na, akkor egy külső Volvo spottingot szeretnék még nektek bemutatni, megcsinálni. Nem tudom, miért nem jutott ezt hamarabb eszembe, miért várakoztam igazából. Kerékpárton ugye körül kell nézni. Imádom, amikor így zölden ki van világítva az ajtó, mint úgy megnyomnám, csak nem akarom. Tudni, hogy mindegyik emberbe rágna, ott arrébb kéne állniuk, vagy meglöki őket az ajtó. Mindig ez szokott lenni egyébként, hogy senki nem figyel arra, én sem mindig. Úgyhogy ebből nem vonom ki magam, nem vagyok álszent. Szóval igen, meg zavarja az embereket az ajtóhang, ennek a Solarisnak olyan erős ajtóhangja van. Igazából. De ez nem rosszul mondom, szóval ez pont, hogy jó. Én szeretem, hogy ilyen erős hangja van, misztikus hangja van. Én pont, hogy ezt szeretem, mert videó céljából is tökre megható. Szóval egy ilyen béna kis lötyajtó lenne, aminek hangja sincs az, akkor nem olyan jó videó. Hogy egy ilyen erős, misztikus hangja van az ajtónak, nem? Akkor ti szívesen nézitek végig. Még olyan, mint egy zeneszám, és még így, vagy én legalábbis úgy gondolom, hogy ez egy zeneszám, és akkor így beleépül az ember agyába, fejébe. Nekünk most nem 244-es kell, mert az eleve ritkább. Különböző vonalakra, akkor meg arról kéne az újat csinálnom. De új Volvo-t itt nem látok a 44-es viszonylatról. Azt nem tudom, mikor jön az új 3-as. Úgyhogy 11, nem. De 10, 13. Nem láttam olyan messziről, de ez 13 perc, olyan 44-es. És amíg... Nagyon remélem, hogy a Volvo lesz igazából. Most csak így videó kívül is tekintsük meg a Tele Solariszt. Ez csak úgy. Ez a spottingok, benne lesz a videóból spottingok. És én rohanok vissza új 3-as értem úgy, mert kéne egyébként. Mert neki is van az új 3-as, meg így a 3 régi TV 6000-es. És itt inkább eljövök, mert megcsap. Ez a Volvo hibrid. Ami egész csipek. 244-es, ez nem jó nekem. Rákosi út. Ugye a Rákosi úton keresztül megy, igen, ugyanúgy centibe megy. És egy 31-es, ez 10 éven keresztül ezzel a busszal jártam. És igazán nem tudom, tudtátok-e? Nem tudom, hogy nem tudtátok-e? Hogy is lehet vézni, hogy az M9-nek olyan motorja van, és ezt kell csinálni minden buszgyártó cégnek, hogy hogy is mondjam, hogy azt tudom, nem, hogy van benne elektromos meghajtás az M9-nek, ezekben a legújabbakban állítólag van. Nem az, hogy elektromos, hanem így a kettő között. Na, ennek is ki lehet nyitni az ajtaját. Ja, nem tudom, kinyitni ki lehet a 3G-neknek, vagy a Skodáknak, Skoda Solarisnak, csak vezető zárja állítólag, szóval én azt tapasztaltam, lehet, hogy magától visszazárul, de én úgy tudtam, hogy úgy tapasztaltam, hogy a Skoda
Nem, magától zár. Jó. Csak ugye a Skoda, a rendes harmadik generációs Skoda Solarisoknak kinyitni ki lehet. Ezzel elmehetnék egyébként ezzel a villamossal. Á, nem, ez felviszi, kész. Vége, vége. Ó. Pedig ezért sem vettem volna egy megállót, és visszagyalogolhattam volna. Mert akkor ugye már minek... De ott is jön egy hármas, vagy új hármas. Király. Egyébként. Szignálok is nagyon fontosak az ajtóknál. Na szerintem itt eléggé kavírnyáztunk. Híreket is szavadjunk. 10 perc múlva jön a 44-es. Ez egy hosszabb videó lesz. Igazából. Igen. 44-esnek a külső MIS spottingja van meg. Tehát utaznunk kell belülről, mind a kettővel utaznunk kell vele. 44-es lehet, nem is jár már ilyenkor, szóval nem tudom. Akkor meg szátváltunk 244-esre, ha nincs más. Akkor most ezzel utazunk már belülről egyet, mert már 20 perc erre várok. Ha nem jutok fel, én akkor is felvettem magam, nem érdekel, rám zárul az ajtó. Egyébként, ezt csak úgy mondom mellékesen, mert volt már velem ilyen is, hogy a vezető már zárta, de nincsenek olyan sokan egyébként. Elég kiszavarni fogja az embereket, hogy itt kamerázok, hát arra az egy megállóra csak nem. Egyébként sem a külteret fogom videózni igazából, nem az embereket. Szóval csak nem lesz annyira zavaró. Szóval így. Na, ki van pipával? Az új hármas. Akkor vissza a buszokhoz igazából. Gyalog akarom ezt megtenni, mert nem akarom azt, hogy kétszer utazok a régivel, vagy kétszer az újjal, és akkor a másikon miért nem? Akkor ez én kellemetlen, akkor nem varázsolok egy ilyen illúzióba. Mert nem most annyira, majd még igyekszek ezen. Én mondom, azért igaz, hogy majdnem 4 hónapja videózok, de hogy ezt még azért egy 500 nem 500, elhülye vagyok, 500-700 feliratkozóval rendelkezem, azért szerintem még egy kezdőnek mondhatom magam, kezdőnek sem. Nézzük meg, elérik azért. Csak megvárja a vezető, jó? Nagyon kedves vezető, hogy megvárta őket. Én ezért is szoktam foglalkozni, nem tudom, hogy másik elérje. Én is ilyen rohanós típus vagyok, aztán... Ilyen megyek. Ha mindenki megy, akkor gondolom lehet menni. Na, nem izgat már. Már nem is figyeltem a jelző táblát. Hát remélek az aluljáron gyorsabb amúgy. Itt az őrsön itt kavírnyászok már egyébként. Az aluljárót nem szeretem, főleg a videózni utálok az aluljárokba egyébként, mert szép Budapestet ezt tönkreteszi, vagy legalábbis az átlagját lerontja. Nem az átlagját, hanem maga a szintjét lerontja. Igen. Na, hallítanak, pályáznak legjobban a telefonra. Mert telefonról már úgy veszük, lehet dolgozni. Ez is egy munkahely, a YouTube-oskodás. Akkor mondjuk elkezdenek ők is. Nem tudni, mire képesek ezek. Ugyanúgy emberek, és halétlenok is simán tudnának járni videókat csinálni. Csak annyi, hogy az arcukat esetleg nem mutatják, mert rondák, mint a bűn egyébként. Ez összes halétlen. Már rondaság az nem a arctól függ egyébként, hanem ápolatlanak, buták. Már valakinek a képe buta, vagy eleve buta, az már nem annyira szép. Lehet szép, de már sík hülye, mert 8 általános nincsen meg. Akkor az már szépséged rovására megy, mert az emberre látszik, az ember öltözködésén is, ahogy az öltözködés, az ápoltság, mindenhol előjön utána.
nagyon sokat számít az, hogy de erről természetesen nem tehetnek, hogy utána születtek, vagy okosnak születtek. Ugye a telefon elég értékes, ezért van arra pályáznak. A nagy tömeg szintén az ősön. Átfurikázok így gyorsan. Nekem is privátba adjatok. Na. Még valaki kilapja a kezembe a kamerát. Hát, jó, nyilván csak nem. 44-es ott áll bent, egy új emájn. És akkor hát... Egy kicsit néztem már a buszvezető, hogy videózom a buszt, pedig csak a buszt videózom. És szerintem ugyanaz a sofőr, hogy vezető lesz. A sofőr nem tudom, hogy szokták hívni, úgy tudom, nem sofőrnek. Ne, tehát akkor vezető, akkor hát ugyanaz a vezető, és hát még rám is szól, hogy ne kamerázod, de szerintem egyáltalán nem kameráztam feltűnően, szóval csak a tájat, belső faktot nem is tudtam mutatni nektek. Mellettem az a kukás ember, és ezzel az lehet kézzel nyitni az ajtót, hátul felszállok, akkor fűtött krímás buszba. Köszönjük utasainkat! A következő megálló Örs vezértere, metró és hívállomás, Kerepesi út. Vezértere, metró és hívállomás, Kerepesi út. Thank you.
Na, se várják, míg az ember leszálljon. Na, azt mondja, hogy... hajtóbolondulás az van, láttátok? Mondom, MAN-nel van ajtóhiba, 45-ösön, 44-esen egyáltalán nem láttam Volvót. Most ment egy 44-es, ami szintén MAN volt. Ha várok egyet, az is MAN lesz, akkor valószínűleg nem, egyáltalán nem közlekedik most már. Az autóst elengedem, mert egyébként elengedett, jó fej volt. Na, szóval igen, szóval a 44-es az nem egy írtó hosszú vonal. Én nincs ők Rákosfalván. Igen, és egy 44-es, hiszem, igen, nem hosszú vonal egyáltalán. Már harmadjára mondom, mert nem tudom miért. Szóval, hogyha főleg ilyen időben, szóval 10 percenként jár, vagy 7-8, akkor biztos, hogy nincsen Volvo rajta, ha ez nem lesz az. És akkor egy más, akkor egy bármilyenféle Volvo-val kell elmennem, jó? Szóval egy állapodjunk, mert ha nincs kint, akkor én ezt nem tudok mit csinálni. Ha nem, nem tette be a 44-esre, ami egyébként meg olyan szempontból jó, hogy a 44-esen, és azért rövid kis jár, de nagyon forgalmas, ha láttátok, azért volt. Voltám tömeg rajta, annyit tudtam lejutni. Melyből nyomták föl magukat az emberek. Ez az illemet kéne egy metronomi jelent, és a kanalok kezelésé mindig rossz. Kezdő videósnak sem nagyon tudom mondani magammal, de nagyon tapasztalt videósnak sem tudom mondani magamat. Ilyen, még az átlag sem, egy picit kezdő. Olyan gyorsan jöttök, öregen, kapjátok. Esküszöm, kapják be az én autósok. Hogy lehet 50-nel jönni egy ilyen kanyaron? Ha lépnék le, ez rendesen... Én is nút körül kell nézem a saját zebrámon, ahol én megyek át. Fú, ideges ők az ilyenekre. És már villog egy, de szóval ennyire vagyunk gyalogosak megtisztelve. Autósoké az elsőbbség természetesen, nem is a buszoké. Mert azért gyerekek azért azok legalább tudnak közlekedni. A buszok. Azok sem mindannyian, de ők azért tudnak közlekedni. Azért ők a legbiztonságosabbak. Nem az ilyen autósok. 8 általánosra sincsen, de még jogosítványa van, meg ilyen autó. Autózokó. Á, szóval. Ki vagy a kettőt? Én ritem volna le a zebrára, azt rohadt taxis jön 50-en. De éppen ez a baj, hogy taxis, és nem tud közlekedni. Hát, tehát milyen sebessel jött. Nem veszünk meg egy ilyen kanyart 50-nel. Tényleg, vannak ilyen kamerák, úgy azt kéne csinálni, hogy ő maga felhívja, meg a mesterséges intelligencia, mert ebbe se hiszek, ez is egy baromság szerintem. Már nem az, hogy baromság, azt sem merem úgy mondani, de túlzás, amit csinálnak a mesterséges intelligenciáról. Ugye fog készülni egy külön videó erről, akkor pont ma készülni fog egy erről egy külön videó, csak ne felejtsem el gyerekek, mert én elfelejtem aztán. Röviden tömören a mesterséges intelligenciáról az a véleményem, ezt ti is írjátok a kommentbe, ha szeretnétek. Nekem röviden tömören annyi a véleményem, hogy építészetre nagyon jó. Mert a mesterséges intelligenciának lehet emberfeletti ereje, emberfeletti sebessége. Nem kéne lassan megépíteni mondjuk egy Mekit, mondjuk egy lakóházat, egy panelt. Még a mesterséges intelligencia mondjuk az, hogy 2000 km per órával felle szépen megépíti, be van programozva, hogy ajtó, ablak, mi legyen benne, egy külső dizájnt mondjuk ő maga megtervez, és akkor meg felépíti 2 perc alatt, ami 2 évbe telik igazából magyar munkásában. Az M3-as metró újításában is szerintem nagyon jó lett volna egy ilyen. Nem is 2 perc alatt, de mondjuk 2 nap alatt felépítenek egy több hetes, több hónapos munkálatot pár nap alatt. Szóval ilyenre nagyon jó mesterséges intelligencia, mert kell segíteni az embereknek is, szóval mi magunk látjuk el magunkat, ha úgy vesszük, szóval senki nem segít nekünk annyira. De természetesen túlzásba estünk, ChatGPT. Ilyen nem kell, minek? Szóval hiába játszunk vele, ez a mesterséges intelligenciás hell, meg ezekben annyira nem hiszek. Kamu szerintem, igaz, hogy ő maga meg tudja csinálni, de ő nem ember csinálja, szóval maradjunk annyiban, hogy nem ember csinálja. Szerintem még azért nem merik engedni, hogy ilyen házakat, panelokat építsen a mesterséges intelligencia, mert nem ember csinálja. És nem ember csinálja, félre ronthat akármit, de azt gondolom, hogy halált nem okozhat, de mondjuk egy italt csinál,
és belerak valami mérget, mesterséges intelligencia, vagy úgy dönt, hogy hát átveszi az irányítást a nép fölött, közben egy évet azért videózzunk el, ha már itt vagyunk. Integetett, jó fej volt ő is. Szeretem azt amúgy, mint a MÁV-nál, mint a BKK-nál, hogy tudják, hogy mi fanok, igenis vagyunk. Mi fanok, nem videósok, akik imádják ezt csinálni. És biztos ők is látják, van TikTokjuk, van YouTube-juk. És biztos látják ők is, hogy mennyien szeretik a hévet, mindenféle tömegközlekedési járművet. És tisztában vannak azzal, hogy nekünk ez mennyit jelent, az, hogy nekünk integetek. De hogy veszük, igazából egy tök átlagos dolog. Szóval én integetek neki, mert én is integettem neki. És ha nem köszön vissza, és látja, akkor ez egy paraszt. És tudjátok miért? Nagyon mit tudom, és rámondok, köszönök a pénztárosnak a szia, jó napot. És nem köszön vissza. Ez ugyanaz. Köszöntem neked, én energiát fektettem hozzád, a sofőrhöz, a hévhez is. De hozzád, én őtől elvártam a köszönést. Ha látja, és nem köszön vissza, akkor ez úgy jó paraszt. Nem tudok rám egy mondani, ne haragudjatok, de köszönök valakinek, köszönök egyáltalán. És nem köszön bele, nem köszön vissza, hogy maga magas lóról tudjátok. Főleg azért egy, nem egy felnőtt emberről beszélünk, azért még azért mi kamaszoknak ez nagyon sokat jelenthet. Nézzük, hogy ez a sofőre, az arcát nem akarom megmutatni, mert hogyha egy süttyó paraszt, akkor nem akarom őt ennek kitenni. Így majd én mondom nektek, hogy integetette vagy nem, meg ha látja természetesen, szóval ne, az, nem kell azon a legrosszabbra gondolni. Na, nem látta egyébként, szerintem, ja. Hát jobbra fordult, szóval felém. Nem biztos, hogy látta. Nem kell egyből a legrosszabbra gondolni. Nem integetett, csak azt szemlélem, hogy jegyezzük meg, hogy ez a süttyó paraszt, akinek te köszönsz, és nem köszön vissza. Na, figyeljetek, mit szólnátok hozzá, elmennénk ezzel a Volvo-val. 44-esre várhatunk akármennyit, és ha nem Volvo jön rajta. Igazából tök mindegy, mert igazából most a viszonylat száma tök mindegy, de tudom, sajnálom, hogy módosítom ezeket a dolgokat, de nézzétek, mert mindjárt sötétedik is, mert szerintem sokkal jobban megéri, hogy most 45-össel megyek el, és nem 44-esre. Ugyanoda visz, ugyanazon az útvonalon, ugyanott tesz le, a 176-e megint máshol tesz le, ugyanott tesz le. Szóval ugyanolyan nyomvonalon megyünk, mint a 44-es egyébként. Most hogy látom is messziről, igazából, és egy fehér kijelzős valamit látok, lehet, hogy ez lenne a 44-es. Gyerekek, inkább menjünk el ez a 45-ösre egyébként. És zárójelben ezt is megjegyzem, hogy utálom a 45-öst. Egyébként, ez az új Szász utca fele, és aki ott lakik, elnézést kéne tőle, de olyan rideg hely nekem az ott. Nem tudom, vagy nem, és csak nem jártam arra, jártam arra.